Na, sziasztok srácok! Gondoltam, ha már egyszer rendeltem magamnak egy órát, akkor csinálok róla egy ilyen unboxing videót. Annyit elmondanék előjáróban, hogy ezt az órát azoknak ajánlom, akiknek tetszenek a digitális G-Shockok, de nem akarnak hamisítványt venni, hanem Casio fele húz a szívük, viszont olyan sok pénzt nem akarnak érte adni, különböző okok miatt. Én például azért nem akarok annyi pénzt adni érte, mivel a munkahelyen fogom hordani. Oké, hogy a G-Shock az arra van kitalálva, hogy ilyen durva körülmények között használják, de egy idő után mindenképpen lelakod, hogyha maximum, ha más nem, akkor külsőleg, és ezt meg én nem akarnám egy 50 vagy esetleg 100 000 forintos órával tenni. Ezért én rendeltem magamnak egy eredeti Casiót, ami nagyon hajaz bizonyos digitális G-Shockokra. Itt közben majd mutatok képeket, hogy melyikekre, és valószínűleg, hogy ez is volt a megfontolása a Casiónak, amikor kiadta ezt a szériát, hogy akinek nem elérhető, vagy épp nem akar költeni olyan sokat a G-Shockokra, de mégis hasonló kivitelű órát szeretne magának, akkor neki is legyen egy elérhető minőségű, mármint úgy értem, hogy Casio órája, és ne akarjon G-Shock hamisítványokat venni, amik ugye amikkel ugye el van látva a piac. Egyébként ezt az órát egy olyan 9-10 ezer forint körül tudod megvenni. Látható, hogy így szuper jó műanyag Casio dobozba érkezik. Hú, ez tetszik, gyerekek, ez tetszik. Így néz ki a dobozon belül. Mindjárt kibontjuk. Egyébként már az, hogy ilyen igényes a csomagolás, az szerintem már megér egy misét, főleg, hogy csak egy 9000 forintos óráról beszélünk. Hát a, ugye a tartozékokról a nagyon sok szót nem tudunk ejteni, van használati utasítás, garancia, meg itt van maga az óra is, amiről lehúzom a fóliát. Majd rakok be ide képeket, hogy ugye tényleg melyik Casio óra, melyik G-Shockra akar hajazni, és szerintem tényleg ez nem véletlen a Casiótól, hogy így oldotta meg ezt a dolgot. Digitális, ugye, én szeretem a digitális órákat, nincs semmi bajom az analóg órákkal, de hogyha ilyen funkcionalitást nézzük, akkor mindenképpen jobban szeretem a digitális verziókat, ezt levágom róla. Most gyorsan megnézzük a funkciókat, olyan túl sok nem lesz egyébként. Látható, hogy az óra az nem kicsi. Viszont szerintem nekem nincs egy olyan brutál nagy csuklom, de az én kezemen se olyan kirívóan hatalmas. Egyébként ugye, amíg vannak rajt, ugye van világítás, ha éjszaka akarod használni. Van stopper, van ébresztő, napi ébresztő, tehát nem lehet külön beállítani minden napra, hanem egy darabot tudsz beállítani. Meg az ébresztő funkció, a stopper funkció, meg igazából itt megállíthatod be. Hagyományos három gombos elrendezés, elég méretes tokozás, a valószínűleg ugye, hogy plasztik minden a hátlapon kívül, szóval annyira nem minőségi, de hát ugye nagyon sok G-Shock is hasonlóan műanyagból készül. Ugye felvesszük, gyerekek, megnézzük, hogy mégis mekkora az én kezemem. Egyébként a tokméret az 43x44 mm-es, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy a kezeteken körülbelül az mekkora lenne. Szerintem egyébként tök kajak. Jó ötlet, hogy a Casio ilyen olcsóbb kategóriába is gyárt hasonló órákat, amik ugye nem ilyen nagyon minimál dizájnosak. Nekem nagyon tetszik. Okos órát használtam eddig, nem vagyok velük kibékülve,
Nagyon sokat kellett tölteni, egyébként egy Huawei Watch-on volt, szinte kettő vagy egy naponta tölthettem, hogyha minden funkciót használtam, számomra ez nagyon zavaró volt, mivel minden eldott este szinte rakhattam fel töltőre. Igen, ilyen srácok. Szerintem marha jó a design. És szerintem 9000 forintot mindenképpen megér, hogy ne egy bóvli márkájú hamisítványt, vagy pedig valami olcsóbbat, olcsóbb márkát hordj. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!